Köszöntöm a Városi Televízió nézőit, Önök az Art Kultúra című magazin műsorunkat látják 2020. szeptember 4-én, pénteken. A pontos idő 20 óra, kérem tekintsék meg mai műsorunk tartalmát. Kis Viktória Cseh Zsolt és Kis Hunor akusztikus triója. A Dos Diabolos mezőtúron. Augusztus végén került megrendezésre a Kultúr Piknik elnevezésű rendezvénysorozat a mezőtúron, amelynek a második napján köszönthetjük a színpadon Kis Viktóriát, Cseh Zsoltot és Kis Hunort. A fiatalok triója a rendezvényen debütált elsőként, és annyira friss még a formáció, hogy nevet sem kapott. A részletekről a koncert után kérdeztük a hármas énekesét, Kis Viktóriát. I'll be back for your son. I got 99 problems and I'll be chain one. Keep my head to the sun in the west. Feel the beat right in my chest. At the crossroads the second time. Make the devil change his mind. It's a pound of flesh, but it really a ton. 99 problems and I'll be chain one. If you haven't got problems, I'll be back for your son. I got a 99 problems and I'll be chain one. 99 problems, but I'll be chain one. I've broken glass under my feet. I can lose my mind in the sea. Looking for a prize, but I don't wanna blood. All the wanna drink that I drink the flood. You can come inside, but your friends can come. 99 problems and I'll bet you ain't one. If you haven't got problems, I'll be back for your son. 99 problems and I'll bet you ain't one. If you 99. Augusztus 22-én a Kultúr Piknik második napján Kis Viktória, Cseh Zsolt és Kis Hunort köszöntettük a színpadon. Mit tudhatunk rólatok a formációtokról? Ha jól tudom, akkor a mai napon debutált ez a formáció. Igen, hát most álltunk össze erre a koncertre. Én Cseh Zsoltival már feléptem párszor, kísért engem gitáron, és most megkértem, meg aztán az öcsémet is, hogy jó, hát így nagyon, nagyon kevés, és hogy kéne valami dob, és akkor felhívtam öcsémet, és jött, és így lettünk, így hárman, de nincs semmi nevünk még, úgyhogy még ezen gondolkozunk. Te mióta énekelsz? Mit tudnál elmondani az énekesi pályafutásodról? Talán először közönség előtt 2012-ben énekeltem ilyen pár számot, és 2014-ben volt úgy, hogy egy teljes koncertet én nekem kellett előadnom. Tehát egy komplett 20 szám. Hát két héttel előtte szóltak, hogy kéne jönni, és olyan számokat, hogy nem ismertem. Szóval kicsit vicces volt, de aztán sikerült. És azóta meg másik zenekarba is, tehát rock zenekarba kezdtem. Aztán az Acoustic World-nél, utána meg voltam a Líria társulatnál Peteg Ergőjék. Boom, boom, boom.
szexóra szeplőket dobálni elém. Nem én, sok kis pöttyit szophatná a füllem, míg elél. Játszunk most olyat, hogy én vagyok a menő, menő. Kreatív irodában minden képzelő erő velem van. Melyik stílus áll a szívedhez a legközelebb? Hát talán ezek, mert ezeket a dolgokat most én állítottam össze. Mindenfélét szeretek egyébként. Rockot, ez most kicsit ilyen countrysabb is volt, meg rockosabb, de szeretem a lágy zenéket, úgyhogy mindenféle tényleg. Milyen terveid vannak egyébként a jövőben? Ezzel a formációval gondolkozol, vagy esetleg a rock, bármilyen bandával? Hát most azért úgy tűnik, hogy szeretnék gondolkozni ezzel a formációval, de hogyha mondjuk esetleg szaxofonos vagy hozzánk csapódnak bárkik, akkor azt nem bánnám, mert azért még kellenek. Tehát még egy gitáros, az biztos, hogy kelleni fog. Hát sok sikert kívánunk nektek a jövőben, és köszönjük, hogy itt voltatok ma nálunk. Mi is köszönjük szépen! A Dos Diabolos Gangsters Zoli és Takács Vilkó akusztikus duója is ellátogatott hozzánk a Kultúr Piknik 4 napos rendezvénysorozat keretein belül a Túri Fazekas Múzeumba. A Kártel zenekar frontemberét elsőként meglepte a szokatlan környezet, azonban a koncert elején azonnal kiderült, hogy még egy múzeum udvara is alkalmas, sajátos zenei stílusú kibontakoztatására, amelynek legnagyobb rajongója a mezőtúri közönség volt. Hey, you got the moon.
Diabolosz, Gangsta Zoli és Takács Vilko akusztikus duója zárta a Kultúr Piknik második napját itt Mezőtúron. Elsőként hadd kérdezem meg, hogy hogy éreztétek magatokat itt nálunk? Nagyon jól. Az eleje picit olyan volt, hogy kicsit egy feszített, egy múzeum, udvar, meg a közönség is kicsit nagyon konszolidáltnak tűnt. Mi lesz ebből, de nagyon tök, szerintem megtaláltuk egymással a hangot, bár az én hangom mindig egy kicsit durva, de nem volt szerintem gond, sőt a végére olyan aranyosak voltak, akik tényleg jó volt a közönség. Tehát rendesen kétszer vissza volt, úgyhogy szavunk nem lehet, nagyon jól éreztük magunkat. A Dos Diabolosz formációt 2019-ben indítottátok az útjára. Mi volt ennek a célja, mi volt ezzel a célotok, illetve ha lehet tudni, akkor honnan jött ez a név? Úgy indult ez az egész dolog, hogy a Willinek, ugye ő a mi gitárosunk a Kártelben, a Gangsta és a Kártel zenekarban, a gitárosunk, a Vilko, és ő neki van egy olyan produkció, hogy egyszer gitáros estjei vannak, és nála volt ami házi buli, és akkor kiderült, hogy mindkettőnk nagyon nagy kedvenc a Danzig zenekar, akik szerepelnek három dallal ebben a műsorban, és akkor azt mondtam, hogy van egy daluk, az I'm the One, az egy nagyon blúzos hangvételű nóta, hogy ez mi lenne, hogyha így megleptnénk a közönséget, amikor te játszol egy szálgitárra, és én azt így elénekelném, de azt te el tudod énekelni. Mondom, próbáld már, tegyünk már egy próbát. És akkor csináltunk egy próbát nála, és akkor azt mondta, hogy hát rendesen jól énekel, nézd már oda. És az I'm the One-t begyakoroltuk, és akkor csináltunk egy pár olyan bulit, hogy ő neki volt az egy szálgitáros estje, és akkor azt mondta, hogy és itt van egy vendég, akivel amúgy is együtt dolgozom sokat, ő nem más, mint a Gangsta Zoli, és hogy akkor elénekel egy nem megszokott dolgot, egy blues fogunk előadni, az I'm the One-t a Danziktől, és nagyon nagy sikere volt. És akkor azt mondtuk mind a kettő, hogy mi lenne, ezt tovább fűznénk. És akkor csináltunk egy műsort, még az első körben egy olyat, hogy a Vilko gitározott csak, és én meg énekeltem ezeket a bluesokat, meg volt egy-két rap közte, ez a Mama Said Knock You Out, ami a legvégén volt, meg a House of Pain, és akkor összeállítottunk egy ilyen műsort. Aztán az lett belőle, hogy én azzal is előjöttem, hogy mi lenne, hogyha leporolnánk a gitártudásomat, mert hogy én jártam gitározni. Vili azt mondta, te. Igen, nem csak dobtanszakra jártam, gitározni is jártam, és akkor azt mondja, mutasd már egy-két fikcsit, és akkor beszállnék egy-két dalba. És akkor először volt a Madi, volt ezek a Hucsi Kucsi mendala, amivel beszálltam, és egyre több nótában megtanultam a gitár szólamokat, nyilván nem a szólisztikus részét, hanem az alapokat, és a Willinek egy lehetősége nyílik arra, hogy szólozzon, amikor én hozom az alapokat, és az így elkezdett egyre jobban fejlődni, egyre több dal tanultunk meg, és akkor így azt mondtuk, hogy miért ne lehet ezt csinálni, amikor nincs Kártel, és akkor jött ez a karantén dolog, és ugye a létszámok jelentősen lecsökkentek, és akkor voltak, hogy csak teraszbulit, meg étteremben, meg ilyen kis helyen. És ez pont oda van, erre van teremtve ez a produkció. És mi ezt nem akarjuk azt, hogy ez a Kártel nyakára jöjjön, tehát nem ez a célunk, meg nem akarunk mi ezzel egy külön dolgot elindítani, hanem mi ezt szerelemből csináljuk. És ezt nagyon jól, Miskolcon voltunk egy bulin, és ott egy nagyon jó cikk született, a Vili átküldte nekem, a neten jelent meg, hogy az látszott rajtuk, hogy csinálhatnák csak a pénzért is, de, és akkor sem szólhatnánk rájuk egy szót sem, mert hogy ebből élünk, mert ez dolgozik, mert voltak ugye érdekes hangok, amikor a karantén alatt, miért nem mentek-e dolgozni? Mert nekünk ez a munkánk. Mert zenét tanultunk. Én fölépítek neked egy házat, de rád dől, aztán majd akkor B6-od. Érted? És akkor a Vili azt mondta, hogy jó, csináljuk ezt így, egyet-kettő bulit, és akkor egyre több megkeresés jött ebből, de nem növünk a Kártel, tehát amikor a Kártel játszik, akkor nyilván mi ahhoz mindig van egy olyan szervezőnk, akinek mondjuk, hogy van Kártel buli ezzel, mert akkor nekünk lenne itt egy megkeresésünk ezzel, és át is adjuk neki, és ő leszervezi. De ezt mi szerelemből csináljuk. És ez a Miskolci cikk, ez azt írta, hogy
nem pénz, és ha még pénzért is csinálnak, akkor sem lenne semmi baj, de látszott rajtuk, hogy ezt szerelemből csinálják. És mi ezt tényleg abban csinálják. Összenevetünk, ránézek a Vilére, már tudom, mit akar, tehát a következő fog, mi lesz. Imádom. Tehát én annyira szeretem, meg hát az, hogy gitározhatok, ez nekem tök jó élmény. Tetted a karantén helyzetet, ez nagyban megnehezítette a zenészek életét. Ti hogyan éltétek meg egyébként ezt? Én úgy éltem meg, hogy egy percet sem voltam otthon, mikor Györfi Pali bácsi azt mondta, hogy maradjanak otthon. Én akkor direkt elmentem otthonról, és állandóan valakinél voltam, vagy nálam voltak 58-an, és azt tudom, hogy most nem örül a Viktor, de hát mit tudok mondani, nem tudok szót fogadni. Tehát én, ha már ilyen rossz gyerek voltam 54 évig, akkor most már nem fog megjavulni. Úgyhogy én úgy éltem túl, hogy állandóan csináltunk valamit, vagy nálam, vagy valakinél, mert én nyughatatlan vagyok, mint Johnny Cash, a nyughatatlan. De viszont az, hogy nem lehetett zenélni, az nagyon rosszul. És nem csak azért, mert a pénz miatt. Az egy dolog, hogy elefántfül volt a zseb, és nem volt lóvé, az egy dolog. De nem az hiányzott a legjobban, hanem az, hogy közönség elé állhassunk. Ez a dolog, amit majd csináltunk, hogy közönség elé megmutathassam, hogy mit tudok, a gondolataimat közvetíteni. És én tényleg ez egy ilyen önmegvalósítás. És ez hiányzott a legjobban. És amikor még pénz is van mellé, az csak jó dolog. Mik a jövőbeli terveitek és a céljaitok? Várható-e esetleg a közeljövőben egy új lemez? Mindenképpen a Kártellel szeretnénk tovább lépni, mert hogy az Old School, az ugye tavaly évvégén megjelent lemezünk, az idén az év legjobb rap lemeze lett, és ez egy nagyon nagy löket nekünk. Ugye a Lóri B az távozott a zenekarból, azóta most a másodszor is, sajnáljuk nagyon, mert ő egy nagyon-nagyon kivételes tehetség, de hát ő azt választotta, hogy ő egy másik utat próbál meg megint.
ez szavunk nem lett, ez az ő döntése, és most ideiglenesen a Sziszka Finucsi segít ki minket, aminek nekünk már nagyon régi barátunk, és az Underground Rapben ő egy elég közismert arc, és sokat dolgoztunk már együtt, gondoltuk, hogy akkor csináljuk azt, hogy folytatjuk a három MC-s felállást. Ugye a Viliéknél nem változott semmi, három zenészünk van, és megyünk tovább, és új dalokat írunk. A Dos Diabolosszal, amikor van lehetőségünk, akkor fellépünk erre-arra, és ott is mindig tanulunk meg új dolgokat, hogy ne legyünk unalmasak. De a lényeg az, hogy a Kártel biztos, hogy lesz új lemez, már beszéltünk is a Csapó Tomival, hogy ez a 25. év ez így elment levesbe, emiatt a korona miatt. És az lesz, hogy jövőre, hogyha kicsit felszabadulunk és fellélegzünk, akkor lesz egy 26-os év, tehát 25 helyett most lesz a 26, 25 plusz 1, hívjuk, ahogy akarjuk, és csinálunk egy válogatáslemezt, amit a Piero csinál meg, mert hogy ugye az első 20 akárhány évben ő volt a zenei producer, és egy vadonatúj lemezt mellé teszünk, tehát egy duplát akarunk megjelentetni, amit valószínűleg a Sziszkával csinálunk meg, és a producer pedig a Józsa Alek lesz, aki az Old School-ban is dolgozott a Lórival, úgyhogy a hangzással nem lesz baj szerintem. A szövegekkel is baj, mert én annyit írtam a karantén alatt az unalmamban, hogy egy füzet tele van vele, de szerintem mindenkinek vannak. Zenei ötletekben sincs hiány, úgyhogy itt nem lesz probléma. Gypsy woman told my mother, before I was born, you got a boy child coming, be a son of a god, gonna make pretty women, drop a child, and the world gonna know. Mojo do. Got John the Cat crew. Gonna mess with you. Gonna make you girl. Leave me by my hand. And the world gonna know. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet! Önök az Art Kultúra című magazin műsorunkat látták. Újabb adással jövő hét pénteken is várjuk majd önöket. Addig is minden jót kívánok, a viszontlátásra!